Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon, én Borsos Tímmel vagyok, és ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy akinek van valami nehézség most az életében, valami döntéshelyzet, annak mit kell most tudnia. Most az akkor értendő, amikor megtalálod a videót, tehát nem feltétlenül a feltöltés pillanata, hanem amikor a videóra rátalálsz, akkor kell ezt tudnod. De lesz három igen-nem kérdés, illetve ennek az árnyalatai, és lesz időminőség is, amiközt tudsz választani. Ezt a tarot ritkán mondja meg, ennek több oka van, mégpedig az, hogy a jelenlegi pillanatból születik ez a két válasz, tehát, hogy ha valamin változtatsz, akkor érdemes ugye újra nézni ezeket is. Na most, akkor kezdjük ezzel a 9-es kirakással, amit kell tudnod most kérdésre. Az első válasz, az itt középen van, az, hogy csak a vágyadra koncentrálj. Tehát most van egy vágyad, mint itt ez a hold. Ez pedig a sötétben úgymond világít, tehát hogy nem tudod, nem látod a megvalósulás esélyét, nem tudod, hogy hogyan tudod ezt megvalósítani, és ez frusztrál téged. Tehát sötétben tapogatózol, hogy hogyan tudod ezt megvalósítani, de az üzenet az az, hogy el fogod érni. Vannak tudattalan tartalmak, amik vissza akarnak húzni, akár érzelmek, akár elnyomott múltbeli dolgok, amik vissza akarnak húzni, illetve a fény és a sötét árnyékot bizonyos félelmei. Tehát ez a túl jó vagyok, túl rossz vagyok, jó tulajdonságaim, rossz tulajdonságaim, ezek is próbálnak téged úgymond szétszedni ebben a helyzetben, és kibillenteni az egyensúlyodból, és leteríteni az úgymond aranyösvényről, a bölcsesség útjáról, amin, hogyha végigmész szépen haladva, akkor el fogod érni a holdadat, a vágyad tárgyát. Itt egyetlen egy tanács van mindig, és örökérvényűen, hogy ne állj meg, és ne fordulj vissza. Bármit csinálhatsz, csak ne tántorodj le erről az útról, mert akkor elvesztél. Tehát akkor el fogod téveszteni a célodat. De ez a kártya azt üzeni most neked, hogy jó úton haladsz, és hogyha megmaradsz most abban az érzés halmazban, amiben most vagy, és megszerzed a szükséges információkat ahhoz, hogy szépen lépésről lépésre haladj, akkor nem fogod eltéveszteni a célodat. Tehát ez a megvalósulás ígéretét hozza el neked. Na is. Ja, és ez egy sors feladat, tehát ez egy főárkánum, tehát ez egy nagyon fontos feladat, és lényegében még itt lesz majd még egy főárkánum később, tehát hogy ez igazából most a te igazi sors feladatod, hogy ne foglalkozz a megvalósulás körülményeivel. Aztán a siker helyén, a siker kérdésére válaszol a következő lap, tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezt is azt mondja, hogy sikerre fogsz járni. Egyetlen egy dolog az, amire figyelned kell, hogy ne stratégiázz, ne szabj utat az univerzumnak, ne foglalkozz a megvalósulással. Tehát a siker helyén az a fajta energia van, hogy te hagyjál teret az univerzumnak a megvalósításra, csak és kizárólag a célra fókuszálj, és azt képzeld el minél határozottabban, minél stabilabban, hogy hova szeretnél eljutni, és az, hogy útközben milyen kacskaringokat hoz az élet, vagy milyen nehézségeket, azzal ne foglalkozz, sőt, ne is próbáld meg kitalálni semmilyen mértékben, mert úgyse fogod tudni kitalálni azt, hogy az univerzum milyen meglepetéseket tartogat neked. Úgyhogy ne foglalkozz a megvalósulással, ne töprengjél rajta, ne próbáld meg stratégiával, elmeműködéssel kitalálni, hogy hogy vezette el az élet téged erre a célra, amire te itt nagyon vágysz, mint a kis holdacska. Ehhez, hogy ezt meg tud tenni, ezt a ne stratégiázást, hiszen ez igazából egy ilyen nehéz negatív dolog, tehát hogyha valamire azt mondom, hogy ne koncentrálj, akkor is arra fogsz koncentrálni, és erre kértem egy segítséget, hogy mit csinálj helyette, és kijött ez a kártya, hogy támogató közösségben élek. Ez azt akarja neked mutatni, hogy tanuld meg a környezetedben lévők energiáját, segítségét úgy elfogadni, és úgy csatlakozni hozzájuk, hogy a kiszolgáltatottság érzését és a valamiért segítéshez való segítésért való tartozás érzését
éreznéd, hogyha elfogadod a segítséget. Ezt most egy nagyon bonyolultan fogalmaztam meg, tehát inkább így mondom, tehát magát a megerősítést mondom, kiszolgáltatottság és tartozás érzés nélkül fogadom el a támogatást a környezetemtől. Tehát, hogy nem ártani akar neked senki, még ha úgy is tűnik, és valójában mindig lesz olyan ember, aki pontosan ugyanúgy és ugyanarra megy, mint te, és meg fogod találni ezt az embert, vagy ezt a közösséget. Menjünk is tovább, tehát ennyi a fővetésről, úgyhogy ezt össze is szerem. Ez már ide nem fog kelleni. És akkor hoztam még egy ötös lapot, kettő lapot kaptunk arra, hogy milyen helyzetben vagy most, tehát mi az, amit meg kell oldani. Ezek fejjel lefelé jöttek le. Túlságosan öncélúan cselekszel, mondja az első lap neked. Csak magaddal törődsz ebben a kérdésben, és úgy érzed, hogy ez a kérdés nem halad előre. És pontosan ettől nem halad előre, hogy túlságosan saját magadat nézed ebben a helyzetben, nem pedig, hogy is mondjam, a környezetedben élőket. Ez most nagyon nehéz, úgy mondanom erre pontosabb választ, hogy nem tudom konkrétan, hogy milyen helyzetben vagy, de talán itt a cél túlzott akarata az, ami blokkolja az erődet. Tehát, hogy valamit te nagyon-nagyon akarsz magadnak, vagy magaddal, és ez az, ami blokkolja. Szóval nem azt jelenti, hogy másokkal foglalkozz. Nem azt jelenti, hogy mások helyett vállaljál felelősséget, ezt nehogy félreértsd. Azt jelenti, hogy a céltúzott akarata az, ami blokkol téged. A másik probléma, amit úgymond meg kell oldanod, az az, hogy viszály van körülötted, valószínűleg ebből fakadóan, és az éleslátásod hiány okozza ezt a viszályt, és ezeket a zavaró változásokat, amit hoz ez a viszály, ez lelassítja az életedben való megvalósítását, a céljait, tehát a haladásodat az életben meg lelassítja. Jó, kinyögtem, bocsánat. Szóval, viszály nem, öncélű cselekedet, túlzott cél, akarat és éleslátás hiánya miatti zavaró változások az életben. Na, és erre a két lapra kaptunk iszonyatosan erős válaszokat. Tehát, hogy ezek, tehát a botok tízes, kardok tízes, titkok mestere, ez ugye a mágus lapja, ezek iszonyatosan erős lapok erre, úgyhogy ez... hogy is mondjam, elég karizmatikus megoldás, és iszonyatos jó dolgokat hoz az életedbe, hogyha ezeket így megfejlődöd. És valószínűleg meg fogod fejlődni, hiszen kijött ez megoldásnak, tehát, hogy ezek a megoldások. Az első lap azt mondja, hogy nyitottá fogsz válni a különböző hitek és világnézetek igazságára, és rájössz, hogy az igazságod eddig részleges volt csupán. Rájössz, hogy biztonságban vagy, és békére lesz végre. Aztán egy régóta dédelgetett becses álom, egy elsöpört terv hirtelen az eddigi elérhetetlenségéből testet ölt, nem tudok beszélni, bocsánat, egy titok megismerése és megértése fog neked segíteni ebben. Tehát az érzelmi világod is beteljesülni látszik, tehát az is révbe ér, érzelmileg is révbe érsz, és a vágyad is révbe ér, a vágyad beteljesülése is, még hogyha meg is volt eddig torpanva, hirtelen révbe ér. Na és itt a másik fő árkánum, a titkok mestere, aki ugye benned él, a te magasabb intelligenciájú részed lényegében, aki képes uralni az elemeket. A titkok mestere ismeri a helyzet teljes igazságát, képes átlátni az illúziókon és megérteni a lényeget. Bármit képes eléd varázsolni, a szándékai tisztasága az egyetlen,
ami a megvalósulás tisztaságát befolyásolhatja. Tehát mik a te valódi szándékaid, és az a szándék mennyire öncélú, ugye itt megjelent, hogy nagyon öncélú most jelen pillanatban, tehát hogy magadnak akarod úgymond ezt a jót, nagyon akarsz valamit, és ez az, ami miatt ezt fogod tapasztalni, hogy valami nagyon öncélű dolog fog keletkezni körülötted, tehát mondjuk valaki a környezetedben pontosan ugyanolyan öncélú, mint te, és ő benne észreveszed magadban, meg mondjuk nem. Vigyázz, mit kérsz, mert pontosan meg fogod kapni, és pontosan úgy, ahogy kéred. Tehát itt van az, hogy a tudatosságban nagyon, nagyon pontosan ki kell szelektálnod a gondolataid minőségéből azokat a dolgokat, amik nem a vágyait felé vezetnek. Tehát olyan dolgokat ne is fogalmazz meg, amiben nem van. Én is most ezt rosszul mondom nyilván, de én most ugye nem kérek, én most tanácsot adok neked. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy jó, én ezt a munkahelyet már nem szeretném tovább, akkor ne azt mondd, hogy te nem szeretnéd tovább ezt a munkahelyet, mert el fogod veszíteni csak a munkádat, és nem lesz helyette semmi, hanem találd ki, hogy mit szeretnél helyettem. Szeretnék egy olyan munkahelyet, ahol megbecsülnek, és karriert tudok építeni, és elég ellenszolgáltatást kapok a munkámért cserébe. És ennyi. És akkor azt fogod kapni. De ha csak azt mondod, hogy nem szeretnél valamit, akkor azt a valamit elveszíted, és vagy abból kapsz még többet, tehát mondjuk nem szeretnék a munkahelyemen vitatkozni. Hát, ha ezt mondod, akkor csak annyit hall meg az univerzum, hogy a munkahelyeden vitatkozni. Tehát, hogy a munkahelyeden lesz egyre több vita, amit te már nem fogsz elviselni már. Szóval vigyázz, hogy mit kérsz, mert pontosan úgy és pontosan azt kapod a mesterettől, amit akarsz kapni. Ebben a pakliban még azt is mondja ez a belső mestered, hogy ugye ő belül van a belső világodban, és ő kiprojektálja magát egy külső személyre, egy jól kommunikáló, befolyásos személy formájában jelenik neked meg a külső világodban, aki lényegében tanít téged, egy olyan helyzetbe hoz, egy olyan helyzetet hoz eléd, amiért lényegében, hát hogy is mondjam, nehéz helyzet, de lényegében hálás lehet érte, mert valamiért ez a belső igazság érzet, ez dominálni fog, és hogyha megtanít téged ez a helyzet arra, hogy a belső igazság érzetedre hallgassál minden körülmények között, és ezért áldás lesz számodra, szóval, hogy te a végén hálás leszel ennek az embernek, aki ezt a próbatételt eléd állította a belső tanítód által, és helyesen tudtál dönteni, meghallottad a belső hangodat, hiszen ezáltal a próbatétel által megmérettetett a belső mérleged lényegében. Tudnod kell, hogy a fenyegetés ezáltal a mester által, ezáltal a belső mester kiprojektálása által, ez lényegében csak egy illúzió, és ez nem jelent valódi fenyegetést számodra, bármennyire azt hiszed, hogy most mindent elveszthetsz, tehát hogy azt hiszed, hogy óriási a kockázat, de lényegében töredéke csak a valódi kockázatnak. Tehát, hogy fel van nagyítva a tudatod tisztaságának a mértékében fel van ez így nagyítva, és ezáltal túlságosan irreálisan nagynak látod a problémát. No, és akkor nézzük az egyéb kérdéseidet, tehát ennyi a vet, és ennyit kell most tudnod, ezáltal fog feloldódni, tehát ez a három nap, ez nagyon erős. Tehát, hogy igazából a belső vezetőid minden szinten segítenek most neked. És iszonyatos tanítást kapunk egyébként is időménységben is, tehát hogyha nem látnám ezt a kirakást, már pedig itt is látom, itt is megjelenik, de egyébként is az idő minőségben is dátum szerint, numerológiai szerint, asztrológiai szerint is, minden holisztikus segítők szerint is, segítség szerint, segítő eszköz szerint is iszonyatos nagy tanításokat kapunk most ebben az utolsó hónapban, és majd még januárban is az égiektől, szóval iszonyatos erős minőség, időminőség van a belső tanításokra, a spirituális világra, és ez
Ez erre már azok is érzékenyek, akik nem spirituális érdeklődésűek, tehát már ők is éreznek valamit belőle, ez annyira erős, és akik pedig spirituális érdeklődésűek, azoknak meg még erősebben megjelenik az életükben a spiritualitás, az összes illúzió újra előkerül, tehát a spirituális életben az összes olyan tétel, ami egy kicsit is ingatag lábakon áll, az most újra előkerül, és hogyha megnézitek, nem tudom mennyire nézitek az ilyen spirituális tanítóknak a videóit, most szinte mindenki ilyen, mi az igaz, mi a nem igaz, miben tévedtünk, miben nem tévedtünk, típusú videókat tesz fel. Tehát iszonyatos erős tanítás és tisztázás van az időminőségben, és ez itt megjelenik a kirakásban is. Három kérdés. Ha nem tetted még fel a három kérdésedet, akkor tedd fel, igen, nem lehet most a válasz, és amikor megkapod a választ, akkor tudnod kell, hogy ez a mostani gondolataid és energiádnak a megválaszolása, tehát nem jelenti azt, hogy, hogy más gondolatokkal, más mintázattal nem lehet más a válasz, ezért sem szoktak igen-nem kérdésekre jönni tarókártyában, és ugyanez lesz majd az idővel. Hogyha még nem tetted föl a kérdésedet, akkor állítsd meg a videót, mint mondtam. Én pedig fölfordítom a válaszokat. Három kérdés. Az elsőre a kérdés határozott nem. Figyelj arra, hogy nem biztos, hogy a megvalósulásra mondja azt, hogy nem, hanem lehet, hogy a kérdésed feltevése nem volt helyes. Úgyhogy ha esetleg problémába ütközöl a kérdésed, helyessége, a megvalósulás minősége szempontjából, tehát hogy ezekkel a válaszokkal vigyázni kell, mert nem jelenti azt például, azt kérdezed, hogy jó, akkor én most fogok-e ebédre palacsintát sütni, akkor a válasz azért is lehet nem, mert mondjuk nem ebédre sütött, hanem vacsorára. Tehát, hogy nagyon figyelj arra, hogy pontosan kérdez, és mit kérdezel, és a többi, tehát, hogy ne szabj kereteket az univerzumnak, mert hogyha szabsz, akkor ilyen válaszokat is kaphatsz, ami nem feltétlenül a valóság. Illetve, hogyha valamin ugye változtatsz, mint ami itt van, akkor ugye ez a kérdés megfordul, tehát maga a válasznak a tudásának a birtokában, már igen, tudsz változtatni ezen. A második kérdésére a most nem. Ez azt jelenti ez a most, hogy általában 3 nap szokott lenni ez a most, tehát 3 nap a mostani a videó megtekintésétől kezdve 3 nap, ami a most. És legfeljebb 3 hónap lehet, de ez már tényleg ilyen, tehát én azt mondom, hogy 3 nap ez a most. És a harmadik kérdésre a válasz az igen, nem egy határozott, de jó, nem azt mondom, hogy nem határozott, tehát egy határozott igen, de valamilyen nem örül neki az univerzum, tehát ennél vannak sokkal erősebb igenek, valamit itt még lehet, hogy érdemes megnézned, hogyan lehet ez még jobban megdolgozandó, nézve azt, hogy itt öncélúan gondolkodtál valamiben, és nagyon akartál valamit. Nézzük az időminőségeket, válassz a 3-ból 1-et, hogy mire vagy kíváncsi, mikor. A kérdés az, hogy mikor, és oda utána teszed. 3 fajta időminőség van. Lehet egyetlen egy kérdés is, és akkor abból választhatod ki a dolgokat. Tehát egyetlen egy kérdés, 3 fajta opcióval. Tehát, ha nem csinálok semmit, akkor ezt választom mondjuk, ha ezt meg azt megteszem, akkor azt választom, ha azt meg amazt teszem meg, akkor meg ezt választom. Lehet így is, jó? Ha nem tudtad még dönteni, akkor állíts le a videót. Jó. Első idő, ez azt jelenti, hogy 7 év. Tehát, hogy ezt itt valahogy így nagyon nem, tehát itt most nagyon le vagy fékezve ebben a vágyad megvalósulásában, így ebben a formában nagyon lassan fog megérkezni hozzád 7 év múlva. Ebben a formában, érmék lovagja, itt nem akarja megmondani neked igazából, hogy hány hónap, maga a lovag az egyetér, szóval 1 hónap lehet a válasz,
Viszont nem akarja megmondani neked pontosan, hogy hány hónap, tehát hogy itt igazából valamit még neked tenned kell, döntened kell valamiben, hogy kiderüljön pontosan hány hónap, de itt hónapokról van szó, tehát legalább egy hónap. És a harmadik, az pedig a 3 hét. 3 hét. Hát, remélem tudtam segíteni, hogyha esetleg személyes elemzésre van szükséged, akkor nyugodtan keressél meg. Ha tetszett a videó, légy szíves, lájkold, kommentelj, iratkozzál fel, meg a szokásos dolgok, és remélem találkozunk a következő videóban. Köszönöm, hogy velem tartottál, tartottatok. Sziasztok, szia!